Egészen elképesztő meglepetést okozott a magyarországi választáson Magyar Péter és a Tisza párt, amelyik az Európai Parlamentbe hét képviselőt is kiküldhet. Az eredmény váron a politikus elejtett néhány félmondatot, egy Manfred Weberrel folytatott informális beszélgetésről és Ursula von der Leyen esetleges támogatásáról is. Magyar Péter úgy tűnik, nem csak a hazai belpolitikát fog, forgatta fel fenekestől, de számottevő beleszólása lesz az Európai Unió vezetésébe is. Üdvözlöm Önöket a mikrofonnál, Kulifai Máté! Ebben a podcast sorozatban rendkívüli cikkek és hírek hátterét igyekszem megvilágítani. Ha kíváncsi a folytatásra, kérem iratkozzon fel a YouTube csatornánkra, amelyet már több mint 72 ezeren követnek, és állítsák be az értesítéseket is a csengőgom megnyomásával. Minden előzetes várakozást felülmúlva teljesített a TISZA párt az Európai Parlament és az önkormányzati választáson is. A Magyar Péter által vezetett politikai formációra az EP listán több mint 1 millió 341.500-an szavaztak le, ami az arányokat tekintve 29,69%-ot jelent. A közvéleménykutatások kutatások közül senki sem mérte ilyen magasra az alig néhány hónapja induló politikai mozgalmat, az áttörést csak a kvázi exit polként publikált 21 kutatóközpont mérte helyesen, amely pont a választások előtti utolsó napokban mérte meg a pártok támogatottságát. Arra sem számítottak a kutatók, hogy az arányokat tekintve viszont a Fidesz ennyire csökken majd a 2019-es 52% feletti eredmény helyett a kormánypártok listájára most csak a választók 44,62%-a szavazott. Igaz? Így is csak nem 200 ezerrel többen, több mint 2 millió, mint öt évvel ezelőtt. Az ellentmondás abban áll, hogy kiemelt részvételi rekord született közben a DP választáson a jogosultak 59,26%-a jelent meg a szavazóköröknél. A Fidesz az eredményeket egyértelmű győzelemnek tekinti és kommunikálja is, habár ezúttal 13 helyet csak 11 képviselőt küldhetnek ki az Európai Parlamentbe. Aki viszont igazán nagyot veszített a DP választáson, az a Demokratikus Koalíció és a Momentum. A Dobrev Klára által vezetett lista csak 8,1%-ot kapott, és ami két mandátumra volt elég, míg a Momentum a maga 3,68%-ával kiesett az Európai Parlamentből, így sem Donát Anna, sem Cseh Katalin nem folytathatja ott a tevékenységét. Orbán Viktor a bálnában még a éjjel erről külön meg is emlékezett, azt mondta a jóisten külön humora, hogy pont a Párizsi olimpia évében írták ki a történelemből a Momentumot, és szerinte ezzel a eredménnyel a magyar emberek világosan megmondták, hogy akik Brüsszelben a hazájuk ellen dolgoznak, fordulnak, azt meg fogják büntetni. Ezzel arra utalt a miniszterelnök, hogy a dk és Momentumos képviselők az Európai Parlamentben rendre megszavaztak olyan Magyarország elleni nyilatkozatokat, javaslatokat, amelyek például az uniós pénzek felfüggesztésére, vagy különféle eljárásokra vonatkoztak. Legutóbb Cseh már arról is beszélt egy fórumon, hogy a vétójogot jogot is indokolt lenne elvonni Magyarországtól. Fontos megemlíteni azt is, hogy a mi hazánk most először bejutott az Európai Parlamentbe, borvendég Zsuzsannát küldhetik majd a testületbe. De visszatérve a Tisza a választási sikereire. Még két fontos fővárosi eredményre fel kell hívni a figyelmet. Egyrészt arra, hogy a fővárosi közgyűlésben a pártnak ugyanakkor a frakciója lesz, mint a fidesz kdmp nek Két formáció 10-10 mandátumot szerzett, amivel ők lesznek a két meghatározó erő a közgyűlésben, és így alapjaiban határozhatják meg Budapest irányát. Ami viszont még ennél is érdekesebb, hogy a főpolgármester választáson egy utolsó pillanati kiéledett eredmény született Vitézi Dávid és Karácsony Gergely között. Sokáig úgy tűnt, mintha a Velempé és a Fidesz által is támogatott jelölt győzne, ám a hétfői, ha, hétfői hajnali órákban az utolsó pár száz szavazat megszámolásánál fordult a kocka, és a jelenlegi főpolgármester került ki győztesen mindössze 324 szavazattal. A TISZA vonatkozásában ebben az az érdekesség, hogy Vitézi Dávid még az eredményeket sem várta meg, hanem látva a kiegyenlített helyzetet és az érvénytelen szavazatok elképesztően magas. Arányát belengedte, hogy újra számolásra lesz szükség. Szám szerint 24.592 érvénytelen szabadat született, amelyet könnyedén tudhatunk be annak, hogy Magyar Péter többször is nyilvánosan kijelentette, hogy senkit sem fog támogatni a főpolgármesterválasztáson, hanem most először érvénytelenül fog szabadni. Végül aztán nem így tett, hanem fel sem vette az díveket, de a fővárosi tiszta szavazók egy része egészen bizonyosan igen. Ez onnan is látszik, hogy a közgyűléses listák szavazásánál, mint egy tízezerrel kevesebb érvénytelen szavazat született, pedig ugyanannyian vették fel a díveket, viszont ott volt ugye a tiszalista. Mondhatjuk azt tehát, hogy az érvénytelenül szavazó tiszások dönthették el karácsony javára a mérleg nyelvét, de ugyanígy tudhatjuk be ezt akár azoknak a fideszes fővárosiaknak is, akik nem voltak hajlandóak leszavazni Vitézi Dávidra, hiába kérte erre őket az utolsó pillanatban visszalépő Szentkirályi Alexandra, és közvetve egyébként Orbán Viktor is. Ezt pedig onnan lehet tudni, hogy Szentkirályi visszalépésével csak nem egy 9000 szavazattal megugrott a mi hazánk főpolgármester jelöltjének, dr. Grunner Andrásnak a támogatottsága, aki végül csak nem 5%-ot ért el. De rákanyarodva az Európai Parlamentbe egy parlamentre. Óriási kérdés, hogy pontosan milyen uniós politikát várhatunk a TISZA képviselőktől, akik közül többeket is akartunk kérdezni a kampány zárón a hősök terén, ám ők nem akartak nyilatkozni, a kampány során is látványosan elrejtették a legtöbbjüket a sajtó elől. Egyedül a lista 11. helyén álló bújdosó Annával sikerült beszélgetnünk, ám tőle nem sikerült egyértelmű választ kapnunk arra a kérdésre, hogy vajon a vétójog vagy az uniós pénzek felfüggesztésének kérdéskörében milyen álláspontot képviselnek a Tisza jelöltjei. Ez már csak azért is kérdéseket vett fel, mert a választások során a magyar emberek számára ezek kiemelten releváns témák, így viszont zsákba macskának minősülhet, hogy pontosan mi is várható Brüsszelben és Strasbourgban magyar Péteréktől. Abból viszont minden esetre lehet következtetni, hogy Bújdósó is magyar is leszögezte, hogy csatlakoznának az európai ügyészséghez, ami viszont a szakértők egy része szerint a magyar szuverenitás komoly csorbitásával járna, miközben nem jelentene megoldás sem az úgymond korrupciós ügyek kezelését tekintve de még ennél is többet elárul az, amit Magyar Péter a tegnapi eredményvárás során elmondott a brüsszeli terveikkel kapcsolatban. Egyrészt újságírói kérdésre közölte, hogy Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével volt egy informális megbeszélése múlt pénteken, és már a héten megkezdődhet ha hivatalos csatlakozása a pártcsaládhoz. Manfred Weber korábban a sajtónak azt nyilatkozta, hogy tárt karokkal várják magyar Péteréket, az ajtajuk nyitva áll. A TISZA vezetője korábban úgy fogalmazott, hogy azért az Európai Néppártba ülne be, mert az a legnagyobb pártcsalád, és ott van a legtöbb, legtöbb esélyük komoly pozíciókhoz jutni, nagyobb hatást elérni. Az össze eredményeket tekintve az Európai Néppárt a választások egyértelmű győztese. Ők tudták a legtöbb mandátummal növelni 2019-hez képest a frakciójukat, és messze ők a legnagyobb pártcsalán. Ennek pedig nem csak Manfred Weber, hanem Ursula von der Leyen is. Kifejezetten örül? Az Európai Bizottság jelenlegi elnöke kinkeserves kampányt folytatott az elmúlt hónapokban, hogy valahogy megpróbálja bebiztosítani az újrázását az Európai Bizottság élén. Miközben egyébként az elmúlt ciklusa finoman szólva is botrányosra sikerült. Orbán Viktor meg is fogalmazta többször, hogy lényegében minden területen kudarcot vallott. Mint ismertes, nem csak a Covid oltások beszerzése volt finoman szólva korrupció gyanús, hanem élén kritika érte amiatt is, hogy jelentős mértékben centralizálta a hatalmát, és egy főleg csak német kollégákból álló tanácsadói testülettel hoz általában döntéseket, és kiemelt vád vele szemben ad is, hogy az Egyesült Államok érdekeit szolgálja ki. A migrációs paktunk keresztülverése, a zöld átállás erőltetése, illetve Magyarország módszeres bírálata már szinte nem is meglepetés. Emlékezzünk, hogy az uniós pénzek visszatartásakor például meg is nevezte, hogy részben az LMBTQ jogok vélt csorbítása miatt nem utalják a pénzeket. Ursula von der Leyen viszont az Európai Néppárt csúcsjelöltje, így Magyar Péteréké is, hogy fogják-e támogatni őt, erre magyar kitérő választ adott viszont emlékeztetett arra, hogy annak idején a Fidesz is őt támogatta, csak utólag csalódtak benne. Most idézem a Tisza vezetőjét. Ursula von der Leyen az Európai Néppárt jelöltje, mi pedig oda fogunk beülni. Szóval öt éve Orbán Viktor is megszavazta őt, aztán kiderült számára, hogy Soros Gyuri bácsi ügynöke hiába próbált meg ürge bőrbe lenni a telnökasszony. Akkor megyünk át a hídon, amikor odaérünk. Tehát magyar Péter ezzel reagált arra, hogy vajon a TISZA támogatnie fogja-e Ursula von der Leyen jelöltségét de ez alapján arra lehet következtetni, hogy több mint valószínű támogatni fogják. Köszönöm a figyelmüket, ha tetszett ez a podcast, akkor kérem iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, amelyet már több mint 72 ezeren követnek, és állítsák be az is a csengőgom megnyomásával. Véleményét a kommenteknél várjuk, illetve tetszését vagy nem tetszését like és dislike gombokkal tudják kifejezni. Még egyszer köszönöm a figyelmüket, vigyázzanak magukra!